Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2019. április 24-én szerdán. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Városi majális. Fejlődés a Móricz Zsigmond könyvtárban. Sportolási lehetőség hölgyeknek. Hagyományok szerint idén is megrendezésre kerül a Városi Majális május 1-én a Mezőtúri Közművelődési és Sportközhasznú Nonprofit Kft. Szervezésében, melynek helyszíne szintén az Erzsébet-liget lesz. A rendezvény részleteiről, érdekességeiről Bordács László ügyvezető úr nyilatkozott stábunknak. Májusban sem lesz hiány a rendezvényeket tekintve, megrendezésre kerül például a Kán Károly országos versenynek a döntője, Magyar Nóta délutánt is fognak szervezni, gyermeknap is lesz, és a Kft. Szervezésében a leghamarabb május 1-én a majális, a Városi Majális lesz. Mit tudhatunk a részletekről? Igen, a Városi Majálissal kezdjük, hogy így mondjam, a nagyobb volumenű nem zárt téri, hanem szabad téri programjainkat. A helyszín az ebben az évben is az Erzsébet liget lesz. Amikor a Kft. Rendezte a majálisokat, akkor gondolkoztunk rajta, hogy milyen helyszínt kellene nekünk a programnak a megvalósítására, a lebonyolítására választanunk, de úgy gondoltuk, hogy az Erzsébet liget az ugyanúgy, mint ahogy azért az elmúlt jó néhány évben is, ebben az évben is kiváló helyszínünk lesz. A helyszínnek a kialakításánál, tehát itt most gondolok a fűnyírásra, vagy a terület rendbetételére, a Mezőtúri Intézmény ellátó és ingatlankezelő közhasznú non-profit Kft. Lesz majd segítségünkre. Valamint nem csak a ligetnél, hanem a víztorony alatti terület, amely parkolás céljára szolgál az autók részéről, hát ő ezt a területet is az intézmény ellátó Kft. Szokta nekünk rendbe tenni. A programok azok 10 órától kezdődnek, és itt majd most itt van nekem egy kis puskám, hiszen ebben az évben is nagyon sok színvonalas, nívós, tartalmas programot kínálunk a kilátogatóknak, mint az elmúlt években. Az elmúlt években is az azért, tehát évről évre látszódott, hogy a programra kilátogatók száma az folyamatosan nőtt. Tehát nyilván ehhez azért kell az is, hogy jó idő is legyen, hiszen hogyha esik az eső, akkor nem biztos, hogy annyira szívesen kimozdulnak az emberek. Valamint kell azért azt gondolom a jó szervezés, amelyet ezúton is köszönök a kollégáimnak, a szervezési, ötletelési munkálatokat, a kivitelezést, lebonyolítást, valamint az elpakolást is, hiszen ugye ez nem csak annyiból áll, hogy kimegyünk a ligetbe, és akkor hip-hop, ott terem minden, hanem oda azért ki kell pakolni, el kell gondolni, hogy az adott helyszínt mi hogy lakjuk be, illetve utána pedig van egy elpakolás is, de a kollégáim úgy, mint az elmúlt években is ezt azért nagyon kiválóan, szakmailag, megfelelően, odafigyeléssel meg tudják oldani, és hát jól szervezetten, hiszen eddig az elmúlt években minden programot, és nem csak a Városi Majálist, hanem minden más programot is azért magas színvonalon bonyolítottunk le, én ezt mondom, és ebben biztos is vagyok. Szóval visszatérve a programokra, gépkarneváli felvonulást ebben az évben is tervezünk, mivel a városunk belterületi útján, tehát itt a 46-osnál az útfelújítás megtörtént, ezért az elmúlt évben, ezért ebben az évben újra a Dózsa-György út lesz a felvonulásunknak a fő csapás vonala. Hogy így mondjam, Dózsa-György út, fent a főtérnél ott pedig majd elfordulunk balra, és a Petőfi úton jövünk vissza. Ahogy a Petőfi úton végig haladt a felvonulás, utána pedig a gépjárművek a telephelyeikre fognak majd visszatérni. A kint a ligetben a programok azok a mezőtúri szépkorúak, hagyományőrzők klubjának májusfa állításával kezdődnek, 11:30-tól természetesen
rajtuk kívül más mezőtúria csoportok is bemutatkoznak, mint a Renizuba Dance, a KNER Tánc Sport Egyesület, tehát itt egy társas tánc bemutató lesz. Majd kezdődnek a Nóta műsor, veszi majd kezdetét 13 órától, Kacor Feri lesz idén a meghívott vendégünk. Hát nála azt hallottam a városból, hogy már várják nagyon sokan. Én bízom benne, hogy minél többen kijönnek, és meghallgatják, megtekintik majd őt is, de természetesen nem csak őt, hanem még Kökény Attilát is. Vele tavaly decemberben találkozhattunk az adventi programsorozatkor. Hát akkor kicsit meg volt fázva, és a hangja se volt 100%-os, mint ahogyan ezt ő maga is elmondta a színpadon. Hát most bízunk benne, hogy azért ugyanolyan színvonalas program lesz, és már most jól is fogja magát érezni. Majd, ahogy mondtam is, mezőtúriak mutatkoznak be újfent, a mezőtúri mazsoret csoport fog következni, majd ami nem színpadi program nyilvánvalóan, az a mezőtúri kutya kiképző iskolának a bemutatója lesz, ahol szintén szeretném megköszönni a kutya kiképző iskolának, hogy a programjainkon és itt a majálison is részt vesznek. Lesz tombola sorsolásunk is, nyereményekkel, meglepetésekkel, majd Kós Réka műsora következik, őt követi majd Petrócki Csaba, tehát végül is, tehát két blogban lesz tulajdonképpen, ugye először Kacor Feri, majd Petrócki Csaba is, akik fellépnek nálunk. Petrócki Csaba, ő tavaly megnyerte a megyei népdaléneklő, illetve bocsánat, nem népdaléneklő, hanem nóta éneklő versenyt. Azóta már többször bemutatkozott, illetve előtte is szerepelt ő nem csak nálunk, hanem más városi programokon is, de ebben a programsorozatban is fel fog majd nálunk lépni. Majd 18 órától a Dupla Kávé és Köteles Cindy műsora fog következni, és tulajdonképpen ez lesz a záró programunk. De emellett kint a Ligetben, mint kapcsolódó programként lesz Gyermekszigetünk, a katonai bemutató is ugyanúgy lesz, mint tavaly. Tehát itt akik katonai toborzást végeznek, tulajdonképpen ők fognak majd bemutatni haditechnikai eszközöket, lőfegyvereket, katonai felszereléseket lehet majd megtekinteni. Hát én tavaly nagyon örültem, hogy nem csak felnőtteket, hanem gyerekeket is láttam, amikor beöltöztek, felvették a mellényeket. Bár ugye ilyen soha ne kerüljön ránk, ezt azért hangsúlyozom, de maga a katonai toborzás, a katonai bemutató azért úgy gondolom, hogy országunknak azért csak szüksége van arra, hogy legyen véderünk. Várunk mindenkit, akik bográcsozni is szeretnének, baráti, családi, munkahelyi közösségeket. Itt a főzés az nem verseny lesz, hanem csak akinek kedve van kint a Ligetbe főzni, azokat várjuk sok szeretettel. És szeretném még egyszer megköszönni minden olyan mezőtúri csoportnak, klubnak, magánszemélynek, szervezetnek vagy cégnek, akik akár a gépkarneváli felvonuláson részt vesznek, hiszen ezt azért fontos megemlíteni, hogy akik kijönnek teherautókkal, vagy bármilyen közlekedési eszközzel, járművel, ott azért a saját zsebéből fizeti ki például azt, hogyha a nagy kamion beindítják, vagy a traktorokat például. Hát azok pedig nem keveset fogyasztanak, ez biztos, de ugyanúgy elmondhatom, hogy a csoportoknál is, akik például a mazsoretteknél, akik úgy gondolják, hogy kihozzák a gyerekeket, hogy azok fel tudjanak lépni, tudjanak szerepelni, ott azért ahhoz kellenek a szülők is, tehát nekik is szeretnénk megköszönni, illetve, hogy már mondtam is, a civil szervezeteknek is, akik kijönnek és színesítik a majális programját. Még azt szeretném elmondani, hogy úgy, mint az elmúlt években is, a városi majálisra belépődíjat fogunk szedni, amely belépődíj 500 forintos, ezért a belépődíjért viszont adunk egy doboz sört vagy üdítőt is, és ebben az évben is 3 éves kor alatt ingyenes a programnak a meglátogatása.
Batta Attila Viktor, alpolgármester úr, a polgármesteri sajtótájékoztatón fűzött néhány gondolatot a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szakmai beszámolójához, és köszönetet mondott a könyvtár vezetőségnek, illetve dolgozóinak a színvonalas üzemeltetés és a fejlődés okán. A mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szakmai beszámolójáról szeretnék néhány gondolatot mondani. Az első a köszönet a vezetőségnek és a dolgozóknak, hiszen nagyon szép eredményeket értek el napjaink internetes világában is. Például sikerült ugye fejlesztéseket végrehajtani a számítógépben, az állományfejlesztésben, illetve még a létszámát növelni a könyvtár látogatóknak is. Sikerült megszólítani a középiskolás korosztályt, ami külön egy nagyon szép dolog. Itt például az első táblázat a harmadik oldalon, itt erősségek, gyengeségek, itt nagyon szépen és tényleg reálisan fel van sorolva, hogy mit kell fejleszteni, mi ami nagyon jó. Én mindenkinek ajánlom, hogy olvass el, akit érdekel a kultúra, a könyvtár, és bíztatok mindenkit, hogy a friss könyv illatánál jobb illatot nem ismer az ember, tehát az internetről is nagyon sok mindent meg lehet szerezni, de én úgy gondolom, ha valaki odaül és részt vesz, nagyon sok szervezet, ugye különböző nyugdíjasoknak, gyerekeknek, óvodásoknak tartott könyvtárpedagógiai órákon is, tehát ez teljesen más, mint egy internet előtt egyedül ülni. Közösségben vagyunk, megfogjuk fizikailag is a tudást, ha szabad így mondani, és sokkal élvezhetőbbek a programok. Én nagyon szépen köszönöm mindenjünk munkáját. 2018. február 22-től lehetőség van a mezőtúri hölgyek számára egy új mozgás lehetőséget kipróbálni, az úgynevezett rázókötél gyakorlatot, amely nem csak hatékony zsírégető, de ízületkímélő is, amely sok sportolni vágyó, de ízületi problémás számára lehet jó megoldás. A részletekről Bíró László edző nyilatkozott stábunknak. Több mint egy éve már, hogy a mezőtúriak egy újfajta sportolási lehetőség közül választhatnak. Mi pontosan ez az új kezdeményezés, mióta van a városban, illetve a kezdetekről tudnál lemondani pár szót? Igen, köszönöm szépen a remek felvezető konfot. Az említett időpont az pontosan 2018. február 22-ére tehető. Akkor született meg egy úgymond új kezdeményezés, miszerint egy pár hölgyel, akik közül most jelen pillanatban kettő is jelent van, kitaláltunk egy olyan edzésmódszert, amivel egy ízület kímélő, viszont egy nagyon hatékony zsírégető kis kardió edzést lehet végrehajtani, ez pedig az úgynevezett rázókötél gyakorlatok voltak, angol nevén ugye a Butler-op, amit, hogy is kerültünk mi ezzel kapcsolatba, egy másik fajta edzést is hajtunk végre itt mezőtúron, ugye a kick és tájboxot csináljuk, és egyik barátomtól kaptam egyszer egy kötelet, mondta, hogy próbáljuk ki, mert ez egy nagyon hatékony kis edzés kiegészítő módszer. Elkezdtem vele gyakorolgatni, és a másik edzés módszer kialakulásához ugye pont az kellett, hogy a feleségem ezt meglátta, konzultáltunk vele, hogy mit is csinálunk most kiegészítő sportákként, és azt mondta, hogy hát ez egy nagyon jó kis sport, meg őt esetleg érdekelni is, van-e arra lehetőség, vagy mód, hogy kipróbálja ezt a fajta tevékenységet, és természetesen engedélyt adtam neki erre, hogy részt vegyen egy ilyen edzésen, és kis idő múlva már a kollégái közül is többen jelentkeztek, és egy ilyen szűk létszámmal, egy 5-6-an kezdtük meg ezt az edzést, és körülbelül majd egy év elteltével nyitottuk meg a közönség felé ezeket a kapukat. Milyen korosztálynak ajánljátok ezt az edzésformát? Hát most tulajdonképpen, hogyha belegondolok a edzésre járóknak a korosztályába, ez egy nagyon széles skálán mozgó palettát tudnék most felsorolni, mert ha jól emlékszem, akkor a legfiatalabb versenyzőnk az olyan 8 éves, és ugye vannak már
hát most így hölgyek tekintetében nem illik kimondani, ugye 40 X-esek, sőt van, aki már az 5. X-et is betöltötte. Amit még szeretnék elmondani, hogy végül is mi is ez a úgynevezett rázókötél. Elsősorban csak egy egyszerű, vagy egy kenderből, vagy egy ilyen műanyagból font kötelet képzeljünk el, ami 8-10 méter hosszú, a közepén meg van rögzítve, ugye a két szabadon álló végét pedig különböző pozitúrába kell mozgatni. Férfiaknak van egy 50 mm átmérőjű kötél, a hölgyeknek ez csak 35 mm az átmérője. Ez súlyra nem sok, tényleg egy minimális. Amivel most a lányok dolgoznak, az körülbelül 5 kg az összes súlya kötélnek. Van ennél jóval nehezebb kötelünk is, egy kötelünk van, ami még fent van, ami körülbelül 8-9 kg is, ugye, amivel elkezdtük ott az elején, ugye valaki még emlékszik erre, hát az olyan 15 kg súlyú volt, na az brutális. Ami az edzésmódszerhez még hozzá tartozik, hogy próbáltunk egy újfajta edzésmódszert belekalkulálni, mert nagyon jól néz ki, ugye, hogy oda megyünk és akkor a kötéllel elbohózkodunk, mert végül is az egész szerintem egy borzasztó szórakoztató tevékenység egyben, másodszorban, meg egy hatalmas állóképességet követelő mozgásforma. És utána olvastam én ennek az edzés módszereknek, és találtam egy Tabata módszert, amit egy Izumi Tabata nevű japán professzor fejlesztett ki a japán gyorskorcsolya válogatottnak, aminek a lényege végül is csak annyi, hogy van egy 20 másodperces teljes erőből végzett gyakorlat, utána pihenünk 10 másodpercet, ezt meg kell ismételnünk 8-szor. Hogyha most ezt összeszorozunk, az összesen 4 perc lesz összesen, és annyit írtak erről az edzés módszerről, hogy ez a 4 perc, hogyha úgy végzi az ember, ahogy kell, ugye a teljes erő után a 10 másodpercig pihenünk, hogy felér egy 60 perces intenzív kerékpározással, egy olyan jó kényelmes kocogással, amit még olvastam, hogy ugye egy 2 kilométeres futásnak simán megfelel ez a 4 perc. Nem tűnik soknak, mert tényleg 20 másodperc. Aki még nem csinálta ezt a kötél gyakorlatot, annak azért el tudom mondani, hogy megfogja az ember a kötelet, hát ez semmi. Ugye elkezdjük rázni, 10 másodpercnél már nehezedik, 15-nél már nehéz, és ugye 20 másodpercnél már ugye beáll a szervezetnél az úgynevezett savasodás, és tényleg alig várja az ember, hogy megszólaljon a kis síp, vagy az időmérő óra, hogy na, most kell pihenni. És ugye ezt 8-szor meg kell csinálni, és azt mondom, hogy de erősítsetek meg ebben, hogy mind a 8 éves lányunk, mind az 50-en felüli hölgyek azért meg tudják ezt csinálni. Persze az intenzitás nem mindenkinek ugyanaz, hát egy 8 évestől nem várhatjuk el, mondjuk, mint egy 25 évestől ugyanolyan erőfeszítéssel hajtsa végre, de mindenki a saját képességei szerint, véleményem szerint maximálisan oda téve magát szokta végrehajtani ezeket a gyakorlatokat. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok! A viszontlátásra!